Hello, bello, csácsomi csörtész, a csokoládé, szavaztok gyerekek, üdv a csatornán, kipör jelentkezik következő csodálatos, hey, professional former játék videóval, amiben elkezdünk egy sandbox módot, mert nem akarunk azzal vingódni, hogy ne tudjak minden járművet elérni. Előző részben egy kicsit kapkodós voltam, ebben a részben mindenképpen megfontoltabban fogunk cselekedni. Hát nem volt egyszerű, hogy ráengedtem körülbelül a munkást is saját magamra, meg ugye nagyon elkapkodtam a dolgokat, hát ebben a részben megpróbálunk tényleg egy kicsit ilyen megfontoltabban, értelmesebben, okosabban, ügyesebben játszani, mint az előzőben, mert most már tényleg el kellene kezdenünk a gazdaságunkat. Új meg Isten hozott a gazdaságban. Jó, hát ez igazából engem nem érdekel, mert ugye ezt már megcsináltuk ezelőtt, hanem az érdekel leginkább, hogy most elvileg 1 millió eurónk van, úgyhogy az már egy jó baráti dolog, viszont bármennyire is kapkodunk, vagy nem kapkodunk, ezt a területet mindenképp meg kéne venni, de most egyelőre valószínűleg csak a 14-est. Azért, hogy valamit tudjunk vele kezdeni, nem srácok? Úgyhogy akkor ezzel 987 ezerünk van még, és akkor kellene valami olyasmi. Még mindig ott tartunk ugye ezzel a területtel kapcsolatban sajnos. Igen, és nem pörgök, ígérem, mindig egy megpróbálok visszafogottan játszani. Ja, itt egyébként írtátok, hogy tök jó, hogy itt írja, hogy milyen követelmények vannak annak a növénynek, hogy működjön normálisan. Szóval, se a nitrogén nem jó, se a foszfor nem jó, sem a kálium nem jó ebben a csodálatos dologban. Érdekes, hogy a levegő hőmérséklete most 9,4 Celsius fok, és ugyanúgy első, vagy negyedik hó elsője van, szóval az nem változott semmit. Meg még mit akartam megnézni? Azt akartam megnézni, hogy ezzel a földdel kapcsolatban mi a szituáció? Igen, előkészítette a lazítás és a mély lazítás, az még mindig nincsen normálisan megcsinálva, amit igazából nem nagyon értek, még mindig. Azt mondtátok, hogy valószínűleg a mély lazítás az a szántás, és ha van egy ilyen mély lazító, azzal kell elvégezni. Úgyhogy valószínűleg, hogy ezzel itten fogunk működni, mindig az eszkevet nyomom meg, annyira farming simulator style-ba akarja tolni a keeper, ugye ott érek el különböző menüket, bár mondjuk a boltot, az pontosan nem. Figyeljetek! Akkor most mit kellene nekünk ahhoz, hogy normálisan tudjunk működni? Ugye, akkor a mély lazítást el kellene végezni, ahhoz meg ugye szükségeltetik ez. Azt mondtátok, hogy ez a mély lazító. Ugye 2 méteres olajtalaj lazító feltöri és fellazítja a tömör talajt. Tehát fellazítja a tömör talajt, akkor gondolom ez a lazító. Úgyhogy egy ilyet mindenképpen fogunk vönni, de lehet, hogy ne kelljen itten végig gyalogolni, csinálunk egy olyat, hogy a gazdasághoz érkezzen, plusz 500-ért. Tele vagyunk, mint a győri busz, úgyhogy veszünk egy ilyet. Ugye ennek szükségeltetik 150 lóerő. Annyira nagy traktort még egyébként nem akarunk venni, hanem inkább ilyen kisebbeket, meg úgyis ez a... Ja, és lehet, hogy valószínűleg kell még egy ilyen eke is, úgyhogy egy ilyet is fogunk venni a gazdasághoz. Rendben. Azon kívül ugye kellene nekünk egy traktor, de valami értelmes nagy traktor. Nagyobb. Nem olyan nagyon nagy, de valami nagy. Pillanat. Mi szerint rakjuk? Motor teljesítmény szerint rakjuk. 95 lóerő, 180 lóerő. Egyébként a 180 lóerő nekünk tök jó lenne, ez. És ebből, igen, a 180, szerintem a 136-os, hanem a 180 pacil is. Szerintem ez tök jó lenne, és ugyanúgy a gazdaságba hozzuk meg. Ezzel meg, jó, meg kellene akkor egy súlyos, ugye? Tényleg nyugodtan írjatok, hogy valamit rosszul csinálok, vagy úgy gondoljátok, hogy tényleg valamit tök máshogy kellene, akkor nyugodtan írjátok meg, segítsetek nekem, mert én is körülbelül ugyanannyit tudok erről a játékról, mint amennyit ti, hogyha végignéztétek a sorozatot, mert én is itt voltam veletek, aztán szenvedtem a tutoriálba végig. Jó, ezzel akkor el tudunk akkor evickélni ezzel a géppel egyelőre. Fölvesszük vele. Ugye akkor a mély lazítóval megpróbálkozunk. És... Ja, meg egy súlyt is, súlyt sem ártana fölvenni hozzá. Ja, hát ezzel végigrendjük a területet, aztán majd egyelőre nem fogok venni föl melóst. Azt viszont nem akarok fölvenni egyelőre. Megpróbálunk valamilyen szinten dinamikusan játszani. Tehát lehet, hogy most nem fogok minden egyes alkalommal kibeszállogatni, ne azt nézzétek végig.
2000-szer, meg én is már rohadtul kíváncsi vagyok, hogy hogy fog ez működni. Akkor elvileg ez, hogyha jól sejti a Keeper, mély lazító, ugye? Hát elég mély, hogyha ezt leengedi teljesen, akkor nem is tudom, mi fog történni. Ez beteszem, mert rohadtul hangos, aztán akkor küldjük neki. Akkor megvettük ezt a területet? Megvettük, ugye? És ez azt írja, hogy... mindjárt megnézem még egyszer, mert engem nagyon, nagyon érdekel ez. Hogy? Mit ír róla? Na, érdekes, hogy... Érdekes, hogy néha nem nagyon akar... Nem nagyon akarja így bevenni, hanem így kell akkor megnyitni. Testvéreim. Na, birtokolt? Oké. Okay. És ugye itt írja, hogy a mély lazítás az 50%-on van, a lazítás 0%-on. Akkor a mély lazítás, hogyha belegondolunk, ugye, józan paraszt ésszel, akkor ez. A szántáshoz meg a másik. De igen, ugye, ennyi. Az előkészítés, az meg valószínűleg akkor a kultiválás. Így jó. Hát akkor csináljuk, álljunk neki, valamit kiügykörünk. Lehet, hogy ezt a P-t ezt bekapcsolom azért, hogy itt lássak valami csodát. Ja, be is van kapcsolva. Meg ugye hozzá kéne igazítani a földhöz. Ja, csak ide. Ugye, hogy tudottál utoljára, akkor hátad mögé rakja. Oké. Okay. Nagyon szuper. És akkor át kellene, egy kicsit el kéne forgatni. Szerintem ez... Így a jó, egy kicsit el kellene vinni... Oda. És akkor frankó, akkor meg vagyunk, ugye? Srácok, szerintem akkor ez így tökéletes. Akkor megcsináljuk ezt a mély lazítást. Muszáj, szóval nem fogunk kapkodni, jó? Mert tényleg írtátok, hogy úgy kapkodtam, mint az állat, nem sok értelme volt. Annyit csinálunk, hogy lehet, hogy kiúzzuk, amennyire tudjuk, és akkor keresztbe kell csak le. Oké. Megindultunk, vagy valami olyasmi. Ajaj. Gyerekek, hát valami fönforgáson nem megy a gép. Azt a betyár. Hát ez mi az? Leküldte föl teljesen koppanásig azt az eszközt? Hát a kell nekünk itt kapcsolja egy összkereket, mert különben... Azt a rohadt életbe. És nem azért mondom, de... Ez egy beteg dög ez a zeke. Vagy ez a mélylazító. Azt a... Ez nagyon durva, hallod? Még így is rúgnak a kerekek folyamatba. Ez lehet, hogy egy kicsit kevés ez a traktor teljesítmény. De ez valami 165 lóerő volt, nem is 150-et ír. Hallod, ez nagyon... Ez brutális. Nem tudom, hogy ez minek tervezték, kinek tervezték, de oké. Okay. Jó. Lehet, hogy egy kicsit még kellett volna állítani a dolgon, de talán még az belefér. És akkor is jövünk vissza a következő saron. Oké, okay, srácok, jó, mert ezt forgatni nem kell, ezzel csak le fog úszkodni. Viszont, ja, hát igen, lehet, hogy egy melóst neki kellett volna küldeni. Megmondom őszintén. Na. Kivettük a földből, mindjárt megindult a traktor, mint az istennyila. Okosba kéne forgolódni, hogy ne ilyen epic sokat forduljon a képből. Itt is simán rámehetek még, ugye? Nem az. Rajt vagyunk. V. Aztán adjál neki, hát fölfele remélem, hogy el fogja tudni húzni azt a betyár. Hát ez nem annyira ideális ennek a traktornak. Főleg nem ilyen lejtőn. Ez bazza, mivel kell ezt elhúzni, te? Jézus Isten, ezt nem bírja el. Most ez halál komolyan. Ez semmire való. Semmire való, gyerekek. Ez nagyon durva. Ez nagyon brutális. Hát körülbelül háromszor annyit forog a kerék, mint amennyien, amilyen gyorsan haladunk. Ez nem. Ezzel nem fogunk így kiegyezni, de egyébként, ja, hogyha itt... Főleg ott az alsó rész, amelyik jobban lehetős, akkor szemben jobban. De hát ez nem, ja, ez nem igazi. Figyeljetek, várja, ezért is tudok kapcsolni a difizárat. A difizárat belöktük, bár nem azzal van probléma, hogy lediferál valamelyik kerék, hanem azzal, hogy konkrétan az összes prug mind a disznai. Azt a betyár azért nem, de ezt lemélylazítózom az egészet, arra lemegy a nap. Hát remélem, hogy ez működni fog. Többen is írtátok, hogy ez a mélylazítás, úgyhogy ezt kellene megcsinálni ezzel az eszközzel. Őszintén remélem, srácok. Szépen okosba kiemeljük így. Az nagyon jó. Egyébként lehet, hogy egy ilyen fordulás kéne itt eszközölnem, szépen okosba. A fordulás ezt valahogy ki kéne finomítani, mert ez nem a leg
tökéletesebb. Viszont nem valami jól csináljuk, már ilyen átfedéssel megy, nem tudom, hogy ez miért van. Bár lehet, hogy az így ideális. Jó, hát próbálkozok. Mindjárt külső réderben megnézem. Ja, hát szerintem azért nem nagy gond. Jó, jó ez. Hát el leszünk vele egy darabig. Azért nem tudom, anekdótázzunk egy kicsit, meséljek, vagy nem is tudom, miről meséljek, gyerekek. Hogy mi volt velem, jó? Lesz, ilyen izé legyen. Molnár Krisztiánnak volt ilyen Game vlog, úgy neveztem, game vlog, úgy nevezte a kontentjét, amikor gyakorlatilag úgy vlogolt, hogy még közben játszott. Emlékeztek a Molnár ki kire? Mekkora nagy izé volt, cölöbb volt mi az interneten a bebaszós live-jaival. Ja, fú, egyébként kicsit fáradt vagyok, rövid volt a hétvége, abban meg még csináltunk egy 6 órás live-ot. Kipihentségi szintem az így nullával egyenlő. Várjátok, el is mesélem, hogy ez ugye úgy volt, hogy szombaton is kellett dolgozni, ugye szombaton odajöttem, akkor tevékenykedtem, kutyaséta, ilyen mindenféle dolog volt, azt utána meg, mi volt, 6 órás live, hajnali 2-ig, utána megint egy kutyaséta, olyan hajnali 4-kor lefeküdtem, 8 órakor vasárnap felkeltem, csináltam videókat, azt hiszem, csináltam videókat, azt hiszem, csináltam két videót, igen. Azt a betyár, hallod, nagyon izé volt, nagyon. Aztán úgy, most meg ugye már hétfő van, a hétfőn veszem fel ezt a videót. Nem volt egyszerű hétvége, meg hét eleje. Ja, egy kicsit el is vagyok fáradva. Ez pont ideális, hogy a traktorba elüldögélgetek, azt elmesélgetek nektek. Jep. Előbb várom egyébként, most mesélek a projektkárról, amit el fogok kezdeni, valószínűleg, hogy olyan ősz és tél környékén. Hát ez már mindjárt itt lesz, mivel augusztus van, következő hónap szeptember, október, aztán már el is érkeztünk oda. Gyűjtök egy projektkárra, konkrétan egy ilyen My Summer Car jellegű sorozatot szeretnék csinálni, szándékosan nem mondom meg milyen autó, de arra számíthatok, hogy ilyen 40-50 éves, nagyon veterán, szoci gép ez. Úgyhogy ebből azért elég tág határokon belül mozoghat, de azért kell ilyen sokáig gyűjtenem rá, mivel elég drágák, mert ezek a szoci járművek. Tényleg ilyen, hogyha normális szoci járművet akarsz venni, és nem olyat, hogy egyből vietet hegeszteni, meg vietet telifényeltetni, akkor nagyon mélyen zsebet be kell nyúlnod. Viszont sokat gondolkoztam rajta, mivel lehet venni ugyan olcsóbban is a lelakottakat, ezek közül a szoci járművek közül, csak az a nagy probléma vele, hogy egy telifény az egy ilyen 400 ezer. A lakatolás az majdnem megint annyi, és érted, hiába veszel mondjuk, most nem pont ezekkel a számokkal, direkt nem mondom a számokat, mert nem akarom ezzel elárulni magam, hogy mennyibe kerül majd az a gép. Mármint a pénz számokat. Na, viszont azt akartam elmondani, hogy ha mondjuk veszel egy szoci járművet, csak az arányokra figyeljetek, nem tényleg nem pontos számokat mondok, veszel egy szoci járművet, tegyük fel, 400 ér, ami olcsó, le van lagva, lakatoltatni kell vinned, vagy te kilakatolod, ahogy tudod, fényeztetni kell vinned, kapásból ez a kettő, a fényezés meg a lakatolás. Alsó hangon, hogyha jól akarod megcsináltatni, és nem a havernak a haverja csinálja, aki olcsóbban meg tudja, tudod milyen az, akkor belenyúlsz egy ilyen 6-700 ezerbe. Tehát akkor már a kapásból ott vagy, hogy 1 millió fölötti autónál tartasz, és akkor még mindig lehet, hogy szar a belseje, szar a kárpit, szar a műszerfal, mert általában egy ilyen lelakott példánynak szar mindene szar. És ugye pont az olyan alkatrészeket, mint például egy beltért, szépet, nem tudsz venni, mivel akinek szép beltere van, az egy szép autóban nem fogja kiszedni, és nem fogja neked odaadni, mert miért adná oda, érted? És emiatt, viszont hogyha veszel egy drágábbat, az esélyes, hogy egy szép beltérrel van megáldva, nem kell vinned lakatoltatni, nem kell vinned fényeztetni instant, maximum esetleg javítások lesznek rajta, meg egy-két elem, meg ilyesmi, de mégse az van, hogy így komplett rá kell locsolnod ilyen millió környékét, hogyha mindent meg akarsz csinálni. Úgyhogy érdemes, hogyha ilyen járművet vesz az ember. Jó, hát
Na, mindjárt mondom tovább, mert itt... Ugye ez teljesen más kategória, mint mondjuk veszel egy 4-es golfot, vagy egy 5-ös golfot, mert szarásig van hozzá beltér alkatrész, meg utángyártott, meg minden is. Ugye egy ilyen régebbi szociármű, az leginkább ilyen ülések, beltér, műszerfal, az nagyon nincs utángyártott. Ugye azt tényleg nem tudsz belevenni. Tényleg ne hasonlítsátok, hogy veszek egy 5-ös passzátot, vagy egy 4-es golfot, vagy egy 5-ös golfot, mert ezekhez mind tényleg szarásig van alkatrész. Úgyhogy ez egy egész más téma. Ja, úgyhogy ezért kell sokáig gyűjtenem. Ezért még egy jó néhány hónapig fogok. És akkor meg fogjuk venni. És mindenképpen egy olyan nagyon részletes videósorozatot tervezek belőle. Ugye tudom, hogy volt például most a Matisból egy rész. Meg most is van egyébként kocsim. De ezeket nem szeretem. Rájöttem, hogy nem akarok olyan... autóba fecelni pénzt, energiát, és nem is tudom mit, hogy mondjam ezt az egészet. Egy ilyen, nem akarom a lelkemet rárakni egy olyan autóra, amelyik egy ilyen, amelyik nem tetszik. És azért el is engedtem az olyan kocsikat, nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy miért vegyek. Nálam a kocsi fontos, és ez nem azért beszélek erről, mert én rajolni akarok ezzel most, hogy jaj, mert veszek egy szoci autót, hanem ez nekem egy fontos része az életemnek, én szeretem az autókat. Én egy ilyen benzinfejű vagyok, nagyon szeretem az autókat. És sokat gondolkoztam rajta, hogy milyen vegyek. Ugye... Ezt már lehet, hogy valamikor beszéltem erről, hogyha meg akarnék másoknak felelni, és idézőjelesen jaj, de menő akarnék lenni, akkor ugye az ember venne egy, mit tudom én, egy Audit, vagy egy BMW-t, ugye az 20 éves prémiumokat megkapod olcsóbban, mint egy jó állapotú szoci kocsit. És ez tényleg így van. És tényleg a szoci autónak nincs olyan menő vagyok értéke, mint egy 20 éves prémium BMW-nek, mert az a csajok húgyoznak utána, meg a haverok azt mondják, vaj, de nagyon menő, meg aki meglátja olyan, mit tudom én, az ú, de jó, te fasza. Egy ladára lehet, hogy nem. Egy ladára, mondjuk nem ladáról beszélek, mondjuk egy szoci autóra, lehet, hogy nem beszélnének így, nem így néznek rá, nem azt mondják, hogy haj, de jó, a csajok nem fognak utána megfordulni az utcán, az ismerőseim tudom, hogy nem azt fogják mondani, hogy jaj, vagy milyen jót vettél, hanem mindig azt fogják mondani, mert tudom, hogy vannak olyanok, akik nem értékelik ezeket, azt mondják, hogy jaj, ezért vettél volna mondjuk egy BMW-t, ezért vettél volna egy Audit, ezért a pénzért. De úgy gondoltam, hogy túllépek ezen, és nem magamnak akarok, vagy nem másoknak akarok megfelelni. Nem azt akarom, hogy mások azt mondják, megveregessék a vállamat, hogy jaj, de jó ez a BMW, jaj, de jó ez az Audi, jaj, de menő, a csaj az megnéz a utca, és jaj, de hadd üljek bele. Hanem én azt akarom, hogy nekem legyen egy olyan, ami nekem nagyon tetszik, és amit tudok faragni, és amit tudok, hát nem úgy faragni, hogy szétkókányolni, hanem amit tudok dolgozgatni vele, amit olyanra alakítok, amilyet szeretnék, ami tényleg ilyen szívszerelem autó lesz. És nem egy 20 éves prémium, ami 5 év múlva semmi értéke nem lesz, arról nem is beszéljük, mert nem lesz értékük, mert annyi van belőlük, mint a szarás, meg ugye Vályi István nagyon jól megfogalmazta, hogyha veszelte egy mondjuk egy 20 milliós autót, félmillió forintért, vagy 1 millió forintért, úgy értem, hogy értitek, hogy mire gondolok, tehát amikor már 20 éves, félmillióért megveszed egy annó, mondjuk egy prémium kategóriás autót, attól még te nem egy olcsó autónak a szervizköltségét veszed meg veled, hanem egy drága autóét, tehát ott olyan alkatrészek fognak kelleni, amik milliókat is fognak érni, mármint milliókba is fognak kerülni. Például nem is tudom, egyik műhely pornó részben volt, aki mikor bevitte a srác az A8-as Audiát, ami szintén egy ilyen 18-20 éves volt, amit vettem is tudom ilyen 2,5-3 millióért, és akkor megnézték, és
fősoroltak neki 3,5 milliónyi alkatrészt, amit meg kéne hozzá venni, mert azok mind szarok voltak rajt. És ugye ezek nem is olyan nagy alkatrészek, mert mit tudom, olyanok voltak, hogy egy kardán tenger gyerekek az A8-asra került 1, valahány tized millióba gyerekek. És ott nem tudod megvenni, nem tudod kókányolni, ott nem tudod meg, nem úgy kókányolni, hanem nem tudod megcsinálni ott. Nem fogsz tudni vezérléssel élni, főleg egy olyan Audiba, amelyiknek a tűzfalnál van mondjuk a vezérlés, az ki kell venni a motort, ez nem úgy működik. Ezek már nem olyan autók, hogy nem Golf 3-asok, meg 2-esek, amit otthon 10-13-as csavar kulcssal elkezdett szerelni, vagy egy krova készlettel. Ezt nem tudod, ezt el kell vinni. Ezt el kell vinni hozzáértőhöz, és az ő tud vele valamit csinálni, ha tud. Mert ugye rengeteg elektromos problémá is előjöhet egy olyan autóban, amiben rengeteg szenzor van, rengeteg elektronika van. És emiatt ezek az autók nem véletlenül olcsók. Ugye nem véletlenül tudsz venni A8-as Audit, mondjuk egy 25 éveset, amelyik tényleg nagyon pré-kategória, V8, meg a tököm tudja, tudsz venni mondjuk 600 ezer forintért. Mert azért, mert hogyha ott elfossa magád valami, akkor mindenki tudja, hogy azért adja el, mert nem fogja tudni csináltatni. Vagy azért adják el a nyílt pénzért, mert már annyi hibaüzenet van, annyi hibaüzenetet ütöttek ki, meg annyi helyen folyik belőle az olaj, meg főleg az automataváltósokkal rengeteg probléma van, hogy tudja, hogy már ott a határon az az autó, és már itt ott a minek a határán, hogy mondjam, a sírnak a szélén van az az autó, és azért gyorsan inkább eladja mondjuk 600-ért, mert majd talán a következő vevő nem olyan okos, hogy rájöjjön, hogy majd 3 milliót kell majd ráköltenie, akár hiába is 25 éves az az autó, mert olcsóban nem fogja megúszni, hogyha olyanná akarja tenni, ami tényleg jól működik, hibátlan, és hibátlan egy darabig, lehet, hogy 2 hónapig, lehet 3 hónapig, és utána is folyamatos költségek vannak egy olyan kocsival. Igen. Nekem többek között ezért se tetszenek. Jó, viszont persze egy L90 vagy egy L43-mal azért olyan nagy problémák nincsenek. Viszont nekem azok meg nem tudom, meg nem is, nem, nekem az valahogy már, én kilőttem abból, hogy valami 20 pár éves prémiummal szeretnék menőnek tűrni. Én egy olyan autót szeretnék, amit szeretek. És ez nem azt mondom, hogy biztos van olyan egyébként, de van gyerekek, ez nagyon nem jó van belőle szerintem ez a dolog, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit eltérünk attól a csektól. Hát ez szerintem simán megmehetünk itt is már. Ja, nem azt mondom, hogy valaki nem a szeretetből veszi ezeket az autókat, csak abban viszont biztos vagyok, mert ismerem az ismerőseimet, akik vesznek ilyen autót, hogy nagyon sokan azért vesznek ilyen kocsit, mert másoknak akarnak megfelelni. Szeretnék, hogy... Ja, szeretnék, hogy ettől többnek tűnjenek, vagy nem tudom. Úgyhogy igen, én egy Kotla 50 éves szoci géppel fogok járni, az lesz az autóm. Nem napi használatos lesz. Nekem az autó javarészt hobbi. Én céges kocsival járok például munkába, nagyon szóval nincs, nem vagyok arra rászorulva, hogy majd egy 50 éves szoci géppel járjak munkába, vagy ilyen helyre, a Tesco-ba meg elmegyek vele. Értitek, hogy ilyen heti egy-kétszer előveszem, vagy háromszor, meg azzal krúzolgatok, vagy akár lehet, hogy minden nap is, de nem nyúzni fogom, hanem konkrétan arra használom, hogy krúzolok, elmegyek vele mondjuk az Aldiba vagy a Tescóba, de az is egy élmény autózás lesz emiatt vele, mert konkrétan tök mindegy, hogy hova mész vele, akkor is egy ilyen a fun faktorja vagy a fun faktorja ennek tök nagy lesz. És én ebbe gondolkodok egyébként. Azért gyűjtök nagyon, már elég régóta, ugye nem is tudom, 7-8 hónapja biztos, hogy ezt meg tudjam valósítani, ezt a idézőjeles álmom, és ez tényleg egy álom,
mert, és tényleg egy túlzás nélkül gyerekkori álom. Nem is tudom, egy videóban mutattam még a gyermekkori rajzaimat, hát a gyermekkori az azt jelenti, hogy ilyen 11-12 éves rajzaimat, megtaláltam egy ilyen munkafüzetet, az lehet, hogy már nincs meg, de azt tudom, hogy egy videóban mutogattam belőle, és abba volt abban egy 1002-es ladát rajzoltam, egy csomó fajta szögből, belteret is rajzoltam, meg minden, mert én mindenképpen szerettem volna a szoci gépeket, nekem nagyon bejönnek. Van egy nagyon jó feelingje szerintem azoknak. És igen, és nekem ez a becsüpülésem, srácok. Ez mindig ez volt. Szívem szerint egyébként egy UAS-t vennék, megmondom őszinte, akármennyire is kényelmetlen, akármennyire is sokat eszik, szívem szerint azt vennék, nekem az nagyon tetszik, de azok meg már tényleg ilyen horribil sárba vannak, amik papírosak, ugye nagyon sok nem papíros volt Magyarországon, mivel ugye nem tudom, ilyen régi honvédségiek, azok kikerültek, ilyen nem zároltak, meg mindenféle. Azok ugye sosem voltak papírosok, nagyon kevés az papíros, nagyon kevés, amit eladnak, és majdnem minden egyre kurva drága. Szóval az nem lesz. Nagyon, egyébként megmondom őszinte, hogy csomó verzióba gondolkoztam. A szoci járműveknek a 70%-a az nekem szóba jött. Mert én komolyan mondom, nekem tetszik a kis Polski. Figyelj, hobbi autónak tök fun, tök aranyos. Ugye mindenképp, hogyha bármilyen lesz, én nem fogom full gyári hagyni, de nem fogom, nem gics lesz. Hanem aki ismeri a stances stílust, stance, az tudja, hogy milyen az. Akinek nem, az elmondok, hogy konkrétan majd, hogy nem full gyári. A stance. Annyi különbséggel, hogy általában raknak rá egy szép felnit. Általában valami szép kis peremes, krómperemű felnit, ami ilyen jó kis csili, tudod, ilyen kis, nem diszkós, hanem ilyen kis szép felli. Kap egy nagyon pici ültetést, az ugye mindenképp minden autónak jár. És... ezt a fűbe beleakasztottam, gyerekek, most. És igazából ennyi. És az legyen minden csili, legyen szép a festés, legyenek szép a krómok, hogyha vannak, legyenek szép a műanyagok, hogyha vannak. Úgyhogy ez kb. Ez így kell elképzelni, nem, nincs matricázás, nincs izé, nincs semmi ilyen. Majdnem a sense style az majd, az ilyen letisztultat jelent. Konkrétan majdnem egyébként izé közeli, majdnem gyári közeli, pici ültetés, szép felni. És ez gyönyörű, az nem ront el egyébként egy izét se, egy ilyen klasszik verdát se. Akár megnéztek egy Skodát, vagy bármit, egy nagyon picit meg van ülted, vagy szép felni van rajt, aztán már is egy más dimenzióba lépett. Tudom, hogy sokaknak az van, hogy jaj, full gyári legyen. Nekem nem. Úgyhogy. De semmiképp nem fogom szétfaragni. Na, térjünk vissza erre sorozatra, hogy ezt hogy képzelem el. Úgyhogy tényleg egy ilyen nagyon részletes sorozatot szeretnék, úgyhogy a vásárlástól. Tehát amikor megyünk venni, akkor is az ott legyen, amikor hozzuk haza, arról is legyen rész. Amikor a garázsba bekerül itt hol, arról is legyen. Akkor az állapot felmérésről részletesen legyen. Egyébként tényleg mindenképpen úgy szeretném megcsinálni ezeket a dolgokat ezen a gépen, vagy ezen az autón, hogy valószínűleg, hogy szétszedjük, amennyire tudjuk, mármint amennyire szükséges, le fogom kaparni akár az alvázvédőt is az aljáról, újra alvázvédőzzük, hogyha kell, akkor mindenhonnan eltávolítjuk a rozsdát, hogyha kell, akkor hegesztünk, hogyha kell, akkor csiszolunk, ha kell, akkor mindent megcsinálunk, hogy tavaszra, és ezért, nekem ilyen hosszú távú terveim vannak ebbe, nem akarok rohanni, nekem én szeretném ezt így szépen, akkurátosan végigcsinálni, ne az legyen, hogy jaj, megveszem, evágom a rugókat, leül, rá két, négy felni, aztán akkor jó világ, nem számít, hogyha rohad az alja, meg ilyesmi, hanem azt akarom, hogy tényleg inkább tartson akár hónapokig ez a sorozat, ez a My Summer Car valóságba, de
Mit akartam mondani? De a végeredmény az olyan legyen, hogy akkor tudjam, hogy annak az autónak az alja teljesen makulátlan, a kaszni teljesen makulátlan, minden. A motorja is jó legyen, minden, gyerekek. Úgyhogy ez úgy tervezem, hogy ugye akkor ezt télen így nekiállunk ezt csinálni, nagyon sokat leszünk garázsba, nagyon sok részt akarok fölvenni, előkerestem a kamerát, állványt, mindent, több szögből, telefonnal, felkamera, mindennel szerelési videók lesznek, garázs kifestve, hófehérre, szóval így minden így elő van készítve ennek a sorozatnak. Szeretnék ebből egy sorozatot, szeretném így, hát ez kicsit túlzás, de így az utókornak így meghagyni, hogy ezt így megépítjük szépen, és ezt így babusgatni fogjuk, és szerintem így meg is fog maradni nekem ez az autó, hát nem azt mondom az életem végéig, de értitek, hogy ez egy ilyen mérföldkő lesz, és ezzel olyan szinten fogunk törődni mindig, hogy ez tényleg egy ilyen része legyen az életemnek. Szóval azért is nem sietek vele, azért is, hogyha kell, akkor ugye több mint egy évig gyűjtögetés, a pénz rá, tényleg a spórolás mindenen is, tényleg mindenen is, tényleg mindenen spórolok, nem tisztitek el, hogy mennyi, miken nem spórolok. Komolyan mondom, hogy fél éve nem vettem egy papucsot, azért, mert sajnálom rá, mert inkább rakom félre a szocigépre, és ez túlzás nélkül mondom, meg mit tudom én, inkább mindig kurva olcsó kaját veszek, meg mindig, nem tudom, hogyha spóroltatok valamire, hogy Isten igazából, ami azért úgymond kihívás volt így az életben, hát én ugye CNC-sként dolgozok, jó, nem annyira szarul keresek, de nem is annyira kurva jól, úgyhogy nekem tényleg még ez is egy ilyen több mint évnyi gyűjtés eredménye lesz, hogy annyit össze tudok kaparni, hogy ezt meg tudom valósítani. Másnak ez nem mondj nagy kihívást, tudom, de engem nem érdekel ez. Én hogyha kell, akkor 2 vagy 3 évig is gyűjtenék rá. Ja, és igen, ezért nem rohanok. Úgy gondolom, hogy télen teljesen rendbe tesszük, és akkor jövő tavasztól ugye megjön a szezon, kijön a jó idő, akkor meg csavargunk, akkor meg nagyon sok talira fogunk járni, mindenhova is fogunk járni. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon hosszú sorozat és nagyon hosszú ilyen projekt lesz. Hát az életemben nagyon hosszú projekt lesz, mert én tényleg szeretném ezt megtartani, szeretném megcsinálni nagyon szépre, szeretném megtartani. Mindig úgymond idézőjesen álkótya vegyéltem azokat a járműveket, amik voltak nekem. Voltak nagy szerelmeim, volt a Ventó, hagytam lelakni. Ugye, tudjátok, a zöld Ventót. Volt a 2-es Golf, amit eladtam azért, mert az akkori párom azt mondta, hogy öreg, csörög, ízé, büdös, dízel, minden, nagyon bánom, imádtam azt a 2-es Golfot. Akkor igen, nem vigyáztam rájuk, és nem voltam hű hozzájuk, hiába is csináltam, mert azért szerelgettem őket, tudjátok, a Ventó, aki régi nézőm, az tudja, hogy tök ilyen egyedi volt. Ja, meg az a baj, az volt, átestem a ló túlára, hogy ilyen nagyon széttuning voltam őket, ugye a 2-es Golfon 18-as felni volt, 2-15-ös gumival, a nulla rugóúttal, piros gevinddel, tökig csavarva, mármint le. Nem tudom, a Ventó is olyan volt, hogy többet volt a levegőben, mint az úton, mert úgy meg volt ültetve, szélesített lemez felhívve, mindig az rendőrök zaklattak ezekkel, de ugye a szocigépet nem fogom szétrongyát tuningolni, tényleg szinte észrevehetetlen ültetést fog kapni. Kap nem túlzott, nem ilyen hatalmas nagy felnéket, hanem ami jól áll neki, szépet, kicsit. Csak az, hogy ne egy ilyen lemezfelni garnitúrán guruljon. Ennyi. És a többi az meg az, hogy szép legyen. Szóval igen, szóval ezeket nagyon bánom. Van egy ilyen lelkiismert furdalás is ezekkel a járművekkel szembe. Egyébként a kutya meg kint szórakozik, nézzek a szántáson, mert beszarok neki. Vicces. Ja, nem követem egyébként ezt a szart, mert nem sok értelme van, úgy látom. Annyi egyébként jó benne, hogy így egyenes tartást itt tudok adni, úgyhogy meghagyjuk. Ja, úgyhogy van egy ilyen lelki furkám is. Egyébként képzeljétek, lelki furkám, és a kutyáról jut eszembe, tök hasonló érzés az autóval kapcsolatban, és pedig az autónak azt mondják, hogy az egy tárgy, ugye, nincs lelke meg semmi.
Volt nekem egy kutyám, egy kinti. Sajnos ő egy nagy kutya volt, és ugye nem lehetett benti kutya, meg még ráadásul rettenetesen szökős kutya volt. Egy egész udvaron keresztül, tehát az egész kerten keresztül végig kifutón volt. Várjatok, csörög a telefonom. Pillanat, bocsánat, várja. Hol a telefonom? Na, talán addig nem ér végig. Na, még vissza is értem. Na, még vissza is értem, gyerekek, szuper. Na, viszont ezt elmondom már akkor. És ja, egy kifutón volt. Nagyon-nagyon sajnáltam. Nem tudtam vele mit csinálni, mivel nagyon szökős volt. A kerítésen átmászott, szóval szó szerint kimászott, fölmászott a kerítésen. Kenet lehetett volna neki csinálni, de most csináltam volna neki mondjuk egy 10 négyzetméteres kenelt, azzal nem lett volna előbbre, hanem ez egy kifutón volt, be tudott futni, mint olyan 30 méter szer 30, még annál nagyobb területet, meg két oldalra is ugye, tehát 10-10 méter, szóval az egész udvar be tudta futkozni. De emiatt kifutón kellett lennie. És ő neki nem volt jó sora, és úgy utálom, hogy nem volt jó sora, és emiatt lelkiismeret furdalásom van. Mert ugye kinti kutya volt, télen is a kint a házában volt, akármennyire is le volt szigete, vagy bármi volt, akkor is kín volt, és én nekem, nem tudom, én tök szeretem az állatokat, és belegondolok, komolyan mondom, hogy sírni tudnék, hogy szerencsétlennek nem tudtam megadni azt, amit kellett volna, meg minden kutya megérdemelne. És emiatt a Sanyival úgy bánok, halál komolyan srácok, hogy minden tökéletes legyen neki. Komolyan, nem hiszitek el, hogy nem tudom. És ez valamilyen szinten így ezzel próbálom kompenzálni azt talán, amit elvesztegettem a másik kutyámmal. És talán úgy érzem, hogy vissza tudom adni így, hogy Sanyinak, ugye a mostani kutyámnak rettenetesen boldog élete legyen, valahol vissza szolgálom idézőjelesen azt, hogy a másiknak nem volt. És így érzem egyébként ezzel a szocigéppel is, hogy azért mindenképpen meg akarom tartani. Akár komolyan, most ez tényleg túlzás, de életem végéig. És nagyon szépen meg szeretném csinálni, és nagyon szeretnék rá vigyázni, és minden legyen rajt mindig tökéletes, mert ne lelki furkámmal, a régi autóimmal kapcsolatban, hogy elengedtem őket, leszartam őket egy idő után, szanaszét voltak turingolva, elvették a forgalmiukat. Nem, és ez nem volt jó út. A kettes Golfot is sajnálom például nagyon. Azt meg ugye azért, mert ugye megszabadultam tőle. Igen, az autóknak nincsen lelkük, tudom, meg a tárgyaknak, de akkor is valamilyen szinten van egy ilyen érzés, de nem tudom, volt-e nektek ilyen érzésetek bármilyen tárgyal kapcsolatban. Hát, egyébként ebből tudtunk volna ám szélesebben, mert már modoltakban volt. És jó, ilyen volt a Keeper, már régen végeztünk volna, de legalább elbeszélgetünk, nem srácok? Úgyhogy igen. Úgyhogy ja. Szoci gép lesz néhány hónap múlva. És brutális garázs sorozat lesz, gyerekek. Minden részletét, mindent meg fogunk csinálni mindig. És ez... Még a garázsban is ponyva alatt lesz, komolyan mondom. Tényleg ilyen, nem tudom. Ja. Szupi. Eddig nem nagyon mertem egyébként beszélni erről, mármint konkrétan videó nem is volt erről. A gameplayekben sem nagyon mertem emlegetni, meg az ilyen random videókban, meg live-okban se. Mert ugye amíg az ember nem ér el egy bizonyos szintre, tehát most anyagilag nem tudtam volna, nem, még nem láttam az alagút végét, hogy ezt össze fogom gyűjteni. Addig nagyon magamnak se akartam bevallani, hogy ez sikerülni fog, meg főleg nem elmondani másoknak, mert ugye annál rosszabb nincs, amikor egy az, hogy te beleéled magad, és annyira beleéled magad, hogy ezt elkezded mondani másoknak, hogy ja igen, tök jó, lesz majd egy szocigép, vagy akármi, vagy bármit is akar az elé, és akkor utána meg valami az élet úgy sodor, hogy ezt nem tudod megvalósítani, mert mint tudom én, nem sikerül összehozni a lóvét rá, vagy ilyesmi, érted. És
ez neked is egy rohadt nagy csalódás, mivel rohadtul beleélted magad, meg még plusz ugye ezt így úgymond idézőjesen beharangoztad az ismerőseidnek, és akkor ugye az ők nekik is, ők is tudják, és akkor így elszámolni, hogy hát mi az, nem vetted meg, tudod, és megkérdezik, nem veszed meg, és akkor hát sajnos nem tudom, mert nem jött össze, vagy nem jön össze. És emiatt nem is mondtam videókban, soha nem is beszéltem nagyon róla, egy pedzegettem, hogy lehet, hogy lesz, meg minden, de most már érzem, hogy ez így ki fog érni, elég régóta szenvedek ezzel, meg hajtom. Meg hogyha nem is olyat, amelyiket ugye, amiről beszéltem, hogy nagyon jó állapotút, vagy jó állapotút. Menj onnan, kutya, hülye vagy! Na, kerék alá került a kutya, bazza. Ez hova tűnt? Jó, ne futott. Tehát, hogy nem is fullos állapotút, de már valamilyet tudnék venni most is. Tehát már meg tudnám valósítani, csak nem azt, nem olyan szinten, amilyenbe akarom. Tehát nem nagyon jó alapot tudnék venni, nem jó alapotot, de már tudnék venni olyan járművet, tudnék venni olyan szociautót. De inkább várok pár hónapot, ami ugye kifejtettem az előbb, hogy ami miatt ugye érdemesebb várni, mivel érdemesebb egy jobbat venni, mint hogy ráverned utána a gatyádat is a lakatolásra, a fényezésre, meg mindenre is, meg esetleg beltért is szeretné, akkor meg aztán harakiri van. Gyerekek, ez a traktor, ez a vészáltáshoz, ez gyenge, hallod egy kicsit, nem? De most nem azért mondom, oké, hogy fölfele szenvedős, de ez lefele is szenved vele. Játok, ez nem nagyon volt etalálva. Viszont aztán lehet, hogy a kerék, kerekek szélessége is ugye, meg mérete, meg a mintázata is számít ebbe a játékba. Tehát lehet, hogy egy 150 lóerős traktor elvonszóná, hogyha mondjuk nagyobb, szélesebb kerekek lennének, mondjuk vannak azok a klasszok, amelyiknek ugye szélesebb gumik vannak rajta, ugye ez eléggé szűk kerekekkel rendelkezik. Viszont ez tök jól meg van csinálva, ez nagyon tetszik, hogy ez így van. De hát az annyira nem tetszik, hogy itt ez most az nagyon szenvedés. És most szándékosan nem nézem gyerekek meg, hogy a lazítás... Hát nem csoda egyébként, hogy szenved, oda nézd, itt lerakja a padlóig. Aztán ideje van, majdnem kidöglik a traktor tőle. Ez így kerülni kéne ezt a fát, eh? Úgyhogy ezt ide rájárunk, aztán... Úgy, hát ezt jól megcsináltam, komolyan mondom, büszke vagyunk magunkra. Menjünk. Nem olyan sok van vissza, bocs, hogy ez ilyen hosszú, de most ti mondtátok egyébként, hogy ne kapkodjak. Okosba csináljuk. Lehet, hogy a következő részben azért majd lesz majd egy munkásom, hogy ne nekem kelljen itt még hacacáriznom. Sőt, lehet, hogy fel is kellene venni egy munkást és elküldeni, hogy hozzon. Hozzon maga gyerekek, úgyhogy ezt lehet, hogy megcsináljuk majd a forduló végén. Hozzon magot vetőgéppel. Hozzon mondjuk búzát. Ja, meg kéne majd trágyázni is, vagy műtrágyázni, vagy bármit. Hát azt is meg kellene csinálni. Úristen, ez az izékalkulátor, az ki fog majd rajtunk. Ez a műtrágya, vagy trágya, vagy fermentáció, meg az Isten tíjra tudja milyen... Milyen... kalkulátor. De hát nem baj. Szépen megcsinálunk. Gyerekek, ez egyébként nagyon lejtősem ez a föld, figyeld! Oda rész mennyivel magasabban van. Látod? Úgyhogy nem csoda, hogy megakadunk. Ez az üzemanyag az mennyire fogyhat? Egyébként van benne óra, beszarok neki, hallod? 10 óra 43, és rendesen működik. Hát be, komolyan mondom. Beszabehúan itt. Vagy lehet, hogy egyébként egy gumihevederes itt jobb lett óra, vagy nem tudom. Ezzel szerintem nem a lóerő probléma van, mert ugye tényleg nem lóerő probléma van, mert rúg mind a disznó, tehát nem kotkodál le. Hanem úgy rúg mind az őrület. Úgyhogy tapadás. Tapadás probléma. Hát öcsém, hát az tényleg beleszúrja a tövig. És oda, hogy elindulunk, kérdés Istenem. Ja, gyerekek, úgyhogy aki szerette a garázs részeket, régebben ugye szereltünk motort is. Volt, nem túl Isten, egyébként annyira durva sok minden videót csináltam. Régebben volt, emlékeztek, Honda Dio?
teljesen alapokról szétszed, meg minden utána még a fényezés is megvolt, és ilyen csili-vili lett. Meg ugye hát a Babetta. Ez nem is olyan régen volt. A Babetta az durva volt. Akik nem ismerik a sztorit, azoknak gyorsan elmesélem. Vettem egy Babettát a szomszéd faluba, darabokba, kosárba, de szó szerint, hogyha gondolod, nézd meg azt a sorozatot, keressél rá. Szó szerint úgy, hogy dirib darabba volt a Babetta. A faszi, akitől vettem, nem is tudom, valami 15 ezer forintért vettem, vagy talán még annyiért se. Meg akarta csinálni. Az a tipikus, tudod, szétszedni, szétszedik, össze már nem akarják rakni. De ugye, mit tudom, ilyen fényezetlen volt minden, meg ütött, kapott, meg érted, hogy oké, okay, hogy szét volt szedve, de ratyik voltak az alkatrészek, és nem csak össze kellett volna rakni, hanem voltak problémák. És akkor úgy vettem meg, és lecsiszolás, alkatrészek lefényezése, mindenhova új alkatrész, új bovdenák kerültek, és fényezés után összeraktuk, makulátlan, szó szerint makulátlan állapotban volt. Olyan képeket csináltam róla, megnézed a videót, vagy megnézitek. Jó helyen megyek egyébként, komolyan mondom, itt nem annyira látni. Ja, jó helyen, jó. Megnézed a videót, tényleg olyan volt, mint a gyári. Szó szerint. Azt hiszem még új matricákat is vettem a tankra. Meg minden szöggyárira minden meg volt csinálva. Gyönyörű volt, új lámpákat. Azt hiszem új lámpák is kerültek rá. Talán még új lánc is, új lánckerék, minden, és tök jó lett. De ezek ilyen piti pénzek voltak, mert igazából nem olyan, nem is, volt valami webshop, ahol azért lehetett találni alkatrészt. Meg egyébként egy csomót meg is vett a fickó, tehát ugye itt 15 ezerben még ráadásul egy csomó zsírúj alkatrészt is kaptam. De ugye mit tudom, váztank, ilyenek azokat le kell csiszolni, meg mindent kell csinálni, fényezni. Mondom aztán. És akkor megcsináltam, egyszer vittem ki összesen motorozni, ráadásul hóba, mert ugye télen szereltük. Hát de tök jó, tök patika volt. Az a motorozós videón, és hát egy új Babettával megyek konkrétan. Meg így működött is, tök jó. Mit tudom én. Még rúgott is, vagy valami volt ott a hóba. Tök jó lehetett, hómotorozás volt. Valami hómotorozás. Babettával, vagy valami olyan annak a címe. És mondom, meghirdetem. És mondom, akkor már kérek érte jó sokat. Akkor még nem voltak elmenve az árak. Ez körülbelül szerintem volt 3-4 éve. Talán. Nem voltak elmenve. A babetták akkor tényleg ilyen 20 ezerre kaptál, összerakottat. Meg vittem a kosárba, de hát ugye minden egy szar volt. Mármint egy nem voltak felújítva. Na, kiraktam 85 ezerért, és akkor a 85 ezer több is volt, mert nem volt az infláció. A 85 ezer az körülbelül ott tartott, mint most 140 ezer minimum. Meg még ráadásul akkor tényleg nem voltak elmenve az árak. Szóval kiraktam, és akkor rám ír egy csomó helyre így rögő pofa, meg tudod, 85 ezer kirakja a Babettát, hol élesz? Vákumban tényleg az összes Babetta, akkor marketplace-en ilyen maximum ilyen 25-30 ezer volt. Maximum, ami működőképes. De hát ez tényleg olyanra sikerült, hogy ilyen nagyon patikára mondom, hát ezt nem fogom elkótya, vagy helyre, úristen. Mert tényleg ez gyári állapotú lett. Na, ezt mondom, ez tök jó ez a sztori. Hát rámér egy fickó, valami külföldi, komolyan. És akkor Google fordítóval. Hogy őt érdekli a Babetta. Először csak így ennyit. 85 ezer. Kérdeztem, hogy az mennyi euró, meg minden. Gondolom utána nézed, de azért biztos akar benne lenni. Mondtam neki, hogy mennyi euró. Tök kamunak éreztem. És akkor küldte megint az üzenetet, hogy ő... Majd kérdeztem, biztos kell ezt. Írta, hogy ő neki gyűjteménye van. Csehországban, ugye onnan származott, ott Csehszlovákiában gyártották a Babettát. Ugye Jáva Babettát. És hogy ő neki van egy gyűjteménye, megvan az összes, ez még nincsen meg, és ez nagyon szép állapotú, látja, hogy ez fú, ez tök jó, és ezt a gyűjteményébe szeretné. Nem jó, van oké. És akkor Csehországból. Én Zala megyében lakok, az így én a déli oldalon lakok, Csehország meg fönn van északon. Tehát az egész, az nem közel van. Mármint, hogy nem hogy egy másik ország, de még ráadásul a másik, Magyarország másik felén is vagyok, mint az az ország, ami van, érted, amivel határos.
És akkor elkezdi, hogy majd szerdán lehet, hogy vagy szerdán küld egy embert, egy sofőrt, aki elviszi neki. Nem mondom, biztos kamu, elmentem dolgozni. Erre meg hív szerdán körülbelül 9 órakor a sofőr ilyen tört magyarsággal, hogy ő lenni Nemesrádon a címen megjött a babettája. Jézus, mondom, ez akkor nem volt kamu, de tényleg egész egy kamunak hittem, hogy nehogy már izé Csehországból érted 500 km vagy 700-at, meg mit, 1000 km oda-vissza itt autóznak a babettája, meg még rá 85 ezerért megveszik. Na mindegy, aztán az volt a lényeg, hogy szóltam a főnöknek, te mondom, céges kocsit elviszem, haza kell ugranom, az, hogy Csehországból jöttek a izé babettáért. Hazaértem, a fickó ott várt, valami Peugeot Boxer, vagy Ducato, nem tudom már pontosan, ilyen, tudjátok, ilyen furgonnal, de ilyen nagyobb volt, ilyen nagyobb furgonnal. Full üres volt a furgon, semmi nem volt benne, konkrétan Csehországból az a sofőr, az a futár, az lejött a babettáért, nem hozott, nem vitt semmit, lejött a babettáért. Mondta, hogy jött a babettáért, oké, mondom. Kihoztam neki, segítettem neki, úgy lett beködve a babizli, hogy konkrétan 4 darab pontra ki volt spariferezve középen a furgonba. Nem is furgon, kis teherautónak, kis teherautóba. És konkrétan, hogyha azt az autó az így fölborult volna, akkor is a babacli az oda lett volna szíjazva a padló lemezhez. Beszíjaztuk, izéltük, ki se próbálta, meg semmit nem csinált vele, és akkor elvitte, és kifizette euróba, azt hiszem euróba fizette ki a 85 ezer forintnyi pénzt, és fölvitte Csehországba. És egy fickó küldte el képeket, amikor odaért, hogy benn van a gyűjteményébe, gyerekek. És nem úgy volt a gyűjteményben, hogy benn a garázsba, hanem egy ilyen szép, valami bazza, nem hiszed el, állj meg! Elütöttük a kutyát, dikaz! Kutya! Ennyit a fizikáról, hát menj ide le! Bazza! Hát ez édesanyád valaga. Bazza, fölkapott ott a kutyára. Na és akkor igen, benn volt egy ilyen, nem tudom, valami helyiségbe. Le volt szalagparkettázva, végig voltak a babszik. Meg lehet, hogy volt más jávája is, de ott a sorba volt ragva. Az ott a kis piroskám. Szerintem soha nem használta utána, ha ember volt egy ilyen gyűjtemény. Nem tudom egyébként, és nem azt mondom, hogy ez egy ilyen múzeum, vagy magánmúzeum lehetett valószínűleg, nem? Hanem tényleg ő lehet, hogy szeret. Ugye ő nekik ez a kulturális örökségük része, vagyis nem is tudom, az identitások része, ugye? Olyan, mint nálunk a Rábos Tiger vagy a Csepel. Csak mi nehezen gyűjtünk Rábos Tigereket, ő nekik egy kicsit könnyebb a babettájukat összegyűjteni. És ugye ezért is van az például, sokan nem értik ezt meg, hogy a már a német miért veszi meg a Simpsonokat, miért veszik 1 millióért a Simpsonokat, meg másfélért. Mert megsugom, hogy másfélért veszik Németországba kint. Csak ugye a jó kis kupecek azok azt csinálják, hogy megveszik mondjuk 5-600-ért, magyar örül neki mind az állat, hogy 600-ért eladta. Simpson csávó fölrak egy csomót a futóra, a trailerre, de ilyen csomó az azt jelenti, hogy láttam ilyen 30-asával hordják ki, és ott meg eladja másfélért. Úgyhogy kicsit hamar keres rajta sok pénzt a csávó. Úgyhogy ne adjátok el a Simpsonjaitokat olcsón. Mert azt hiszed, hogy drágán, de nem adod de drágán el. Hogyha valaki megveszi 600-ért, főleg egy ilyen kupec, látod rajta, hogy ez üzletel vele, akkor az azért veszi meg, nem azért, mert neked akar jót, hanem mert ő még dupla annyit fog keresni rajt. Úgyhogy inkább akkor nézz utána, nézd meg külföldi oldalakon. Ja, és akkor azt akartam mondani, hogy ugye a német is azért veszi meg a Simpson, mert ő nekik is egy ilyen identitásuknak a része, hogy ő ott gyártották, és az tök jó. És az egy ilyen retro feeling. Hát most képzeljétek, hogyha az ugyanaz, mint amikor Romániába kihorták az összes Dacia-t. Mert és hogyha Magyarországon gyártottak volna nagy üzembe autót, mert tudom, hogy gyártottak autót, csak ugye nem úgy gyártottak, ahogy mondjuk más autógyárak, hanem tudom, volt a puli, meg az Isten tudja mi, ilyen kis szériában így össze sufniba hátul a
gyárba meggyártottak néhányat, de nem, ugye nagy üzemben nem volt. Hogyha lenne Magyarországon mondjuk egy, lett volna egy autóbár, akkor mindenki biztos azért szeretne egy olyat, mert tényleg a nemzeti identitásunk része is ez, az egy ilyen, hát olyan, mint a rába, legrasszi rábát, akkor azért tudod, hogy ez azért a magyar isten. És hogyha lenne egy olyan autómárka, akkor elképzelhető, hogy sokan szeretnének magyarok, még akkor is, hogyha külföldről kellene behozni. Főleg azért a német gazdaság, meg a német fizetések jobban megengedik maguk nekik, hogy egy ilyen csóró országból, mint Magyarország, fölvásároltassák a Simpsonokat. Ja. Hogyha mi lennénk mondjuk a németek helyében, ugyanolyan gazdasága, és lenne egy márkánk, amit kihordtak mindenhova, akkor biztos visszavásárolnák a magyarok a különböző dolgokat. Ja, így egyébként felhoztatnánk ugye a Csepelt, a Csepel motort, hát azért mondjuk az is egy, az meg a magyar identitás része, egy ilyen kollektív tudat egyetlen szegmense, viszont ugye abból azért talán annyira nincsen sok már, azért nem egy Simpson, hogy minden német tud magának venni, érted? Meg ugye a Csepellel az a nagy probléma, hogy hát nagy motor jogosítvány szükséges, de ugye 50-es az nem igen gyártottak belőle, és azért mégse annyira egyszerű azt ugye mindenkinek elérhetővé tenni. Meg azért rohadt drága, gyerekek. Meg papírosat találni, rohadt drága, ugye, papírozni kell, viszont azt tudjátok, hogyha véletlen van egy Simpsonod, és megvan neki az eredeti papírjai, tehát nem azt mondom, hogy forgalmi meg ilyen, hanem ilyen vásárlási papírok, amin ugyanaz az alvásszám szerepel, vagy vásszám, mint a tényleg a Simpsonon, az horribilis árat ér külföldön, mivel ugye a németeknél, ha jól tudom, és még mindig úgy van, mert régebben úgy volt, hogy az 50-es motorokat, tehát a Simpsonokat is papíroztatni akarják és kell, és emiatt, hogy szükségeltetik nekik, hogy meglegyen ugye az eredeti vásárlási papírok. És akár az magyar is van nekik, akkor azzal ugye be tudja forgalomba helyeztetni, rendszámoztatni tudja a Simpsonját. Úgyhogy az egy dob egy nagyot az áron, szóval hogyha esetleg ilyen van nálunk, itt a Nemesrádon van egy srác, akinek van ilyen Simpsonja, hogy úgy vette ő boltba annó, és képzeljétek el, hogy megvan neki minden gyári papírja, ahogy vásárolta, és gondolkozik az eladáson, mondtam neki, hogy rettenetesen nézzé utána, mert ne kótya vetjéld el. Ja, és képzeljétek el, hogy srácnak, hát srác már nem tudom, ilyen 50 éves, tényleg úgy vette, hogy elment, aztán Zalaegerszegen vette, nem most tudom, Zalaegerszegen, nem Merkurnál, nem tudom, hol lehetett venni, úgy vette a Simpsont. Zsirulja. Azért az egy, van egy feelingje, nem? Hogy veszel egy Simpson zsirújjad. És tényleg itt is az felmerül, hogy az a technika, akkor olyan, mint hogyha most vennél például egy zsirúj, mondjuk egy Yamaha-t. Mert ugye nem nagyon volt elérhető más. Az volt a csúcs. Szóval az egy rettenetesen modern motornak számított. Na gyerekek, hát ezt végre sikerült leszálltanom, hogy a szemem álljon meg a készítőknek is, akik egy nagyobb bekét ebből nem tudtak, de mondjuk nem is tudom, mi húzná el. Egyébként láttam ilyen mélyszántást. Aztán a legutolsó ilyen mélyszántást, amit láttam, egy ilyen Rába 250-es volt, amit beleraktak egy Iveco, kamionmotort, valami V8-at, és úgy vitte azt a mélyszántásos ekének nevezik, gondolom, mint a rongyot, mint Foxy a lábtörlőt. Na gyerekek, mondjátok azt, hogy ez most ez jót tett ennek a talajnak, mert különben komolyan mondom, erre jobb magam. Addig meg sem mertem nézni, majd mindjárt ránézünk, jó? A kutya ott van kint, bazen, és tök durva, hogy a kutya kijön velünk a rétre, vagy a mezőre. Mert ugye itt szokott bent futkozni szerintem, hogy mivel mi is kijöttünk a traktorra, ezért szerintem ő is kikecmergett, jó? Oké, lemegyünk az aljába, megnézzük ott is, nyilván.
Hát nagyon, most ezt bízzunk benne, hogy azt írja ki, hogy mély lazítás 100%. Vagy valami hasonlót. Na, ha nem, akkor... Egyébként ezt nem kell kézi véget behúzni, ezt leteszel ezt az ekét, apám. Nincs, nem nagyon gurul el a traktor. Egyébként ugye lehet vonórudazni, és akkor elképzelhető, hogy kettő darab traktorra is tudsz húzni eszközt. Azért azt is kipróbálnám, meg is fogjuk próbálni ebbe a sorozatba. Azt a bötyár, azért ez na. Valaki egyébként írta, hogy egy, nem is tudom, hogy erdőgazdaságban dolgozik, vagy pedig csak az, hogy ahol lakik, egy ilyen erdőgazdaságban ugyanilyen traktort használnak. Vallod? Na mi van? Hát kiúszta a földből, testvérem. Vagy mégse? De tök durva volt, hátrafele tolattam, és akkor így kicsúszott a földből, mert ugye az... ő neki... Adjál neki, ezt lehúzzuk szépen egyenesbe, ugye két forgót. Oldalt nem kellett forgót adni, mert konkrétan kiúsztuttuk húzni az utó végéig. És most akkor bemegyünk, és nagyon bízunk abba. De egyébként ez a talajdeformáció, ez utánozhatatlan, ez gyönyörű, ezt imádom. Ja, bízzunk abba, hogy ez sikerülni fog. Jaj, de jó. Jaj, de jó, gyerekek, hát rendesen elzsibbadtam. Itt nagyon sokat beszélgettünk, ugye? Kutya! Nem láttad, hogy... Azt a betya, mi volt ez? Valami ilyen zugan? Mint hogyha rendesen betört volna valami. New York viszont onnan szemben van? Egyébként rohadtul elfáradtam, komolyan mondom. Úgyhogy ha néha ilyen kevesebb videó van, oda nézzetek, 7 darab üzenetem van. Valószínű mondjuk a gépvásárlás meg ilyesmi. Ura jól néz ki az a gép, gyerekek, brutális. És ugye ezt tudsz olyat csinálni, elvileg ezzel a eszközzel, hogy úgy le tudod rakni, hogy pillanat, hogy le tudsz talpaltatni vele. Hogy? Nagyon jó. És le tudod rakni egyessel. Hát ez lehet, hogy nem így kellett volna. És így le, ja, így le tudod rakni. Jó, viszont rajt maradt, na nem maradtunk rajt, jó? Oké. Na gyerekek, akkor a következő a probléma, kapcsoljuk le a motort. Mennyi üzemanyagot zabált ez meg? Hol van itt az üzemanyagjelző? Gyerekek, ez nem, nincs benne sok bazze. Komolyan mondom, oda nézzél. Hallod, alig van benne üzemanyag. Ha menjen a francba. Hát ez mondjuk nem csoda, hallod? Nagyon sok üzemórát beletettünk most. Na mindegy. Jó, oké. Okay. Akkor annyi, leállítom, és kiszállunk, és akkor most imádkozzatok, hogy a földdecknél, ha megnézzük a miénket, akkor 100%-ot ír. Nem vagyok benne biztos. Én még mindig nem vagyok benne biztos, hogy ez a lazítódás akart lenni. És bejött egy új, megszántott. Ó, gyerekek, nem, ez külön. Van olyan, hogy külön szántás. Van olyan külön, hogy lazítás, meg van külön mély lazítás. Tehát a szántás, az nem mély lazítás. És nem is lazítás. És mindig 0%-on van. És az előkészítés, az viszont tudjuk, hogy az a borona, vagy ilyesmi. Fú, várjatok, én megnézem itt az eszközöket, mert már egy kicsit el vagyok tévedve. És akkor tudjátok, mit csinálunk? Csak alapértelmezettek, és berakjuk mondjuk ár szerint. És akkor nézzük át az ilyen eszközöket, amik hasonlítanak valami ilyesmire. Ez például mi? Silóhenger. Jó, azt tuti, hogy nem. Ez tuti, hogy nem. Ez tuti, hogy nem. Ez tuti, hogy nem. Ez is tuti, hogy nem. Ez mi? Mire jó? Ugye itt van, látjátok, kultiválás, és ennek ugyanaz az ikonja, mint az előkészítésnek. Tehát ez... De van itt egy olyan, hogy henger borona. Négy részes magát készítő és henger borona. De mondjuk csak azt írja, látod, és itt meg lehet nézni. Itt is azt írja, hogy kultiválás.
Itt is azt írja, hogy kultiválás. Várjál is, nézzük tovább. Ugyanúgy csak kultiválás. Szállítási magasság, munkamélység, munkaszélesség. Szállítási szélesség, oké. Okay. Gyerekek itt, ó, oh, ez micsoda? Követés. Terepi munka. Na gyerekek, akkor erre valljatok gombot. És ezt most halál komolyan nem tudom, hogy ez mi a pöcs akar lenni. Az valami félrefordítás esetleg, vagy nem tudom. Fú, ja, nem tudom, de egyébként az a durva, hogy itt, de az ikonja is elég érdekes, nem? És nem is láttam még olyan ikont, úgyhogy valaki találja már ki nekem, hogy ez mi, mert én megőrülök ettől halál komolyan. Márja, mindjárt annyit megnézzük, hogy még egyszer, itt az ikonja. Lazítás és mély lazítás. És miért van ilyen ikonja? Megőrülök. Előkészítés. Jó, hát most megszántottuk az egészet nagyon szépen, konkrétan, úgyhogy ennek semmi értelme nem volt. Jó, srácok, mindegy, semmi gond, folytatjuk a következő részbe. Valaki, aki játszott ezzel, léci, tényleg írja meg, hogy mi a szar ez a lazítás és mély lazítás, és ez miért nem történt meg az a mély lazítás. Hát csak erre tudok gondolni. Egyébként viszont tök jól megcsináltuk az egészet. Na, ez most azt tudja, hogy megvan szánba. Jó, gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet, bocs, hogy csak egy ilyen munkafolyamat volt. Nem akartam kapkodni, úgy gondoltam, egy kicsit mesélek így az életemről, a céljaimról, amiket rohadt nehezen tudom megvalósítani, de akkor is nem szabad feladni, gyerekek, csináljátok, bármilyen célotok van. Ne adjátok fel, mert csak akkor tudjátok megcsinálni, hogyha nem adjátok fel. Ha feladjátok, akkor 100% buktok, hogyha nem adjátok fel, akkor meg van rá esély, hogy buktok, de van rá esély, hogy meg is csináljátok. Szóval mindenképpen nyertek rajta. Köszi a figyelmet, sziasztok!